Következő. Ugye a másik felfogás, a tagadás. Ugye akik tagadják azt, hogy a Szentlélekkel ma is be lehet töltekezni, az, azok a Szentlélekkel való betöltekezést egy ördögi csapdának tartják, tehát az, ezért használják, némelyek, hogy ez ezotéria, okkultizmus, Ugye ez egy abszolút ez az előítélet, nem bibliai és igei alapokon áll, hanem amire utaltam. Calvin János kifej, kifejlesztett úgynevezett megszűnési elméletet. A megszűnési elméletnek a lényege az, hogy a pünköz, az apostoli korszak az lejárt, és a szent lélekkel való betöltekezés és a szent szellemnek az ajándékainak a működése kizárólag az apostolik korra vonatkozik. Mivel vége az apostolik kornak, ezért a Szent szellemnek, az ajándékainak a működése, az nem létezik. Csak egyetlen egy karizmatikus ö, ö, megtapasztalást fogadtak el a reformerek, a megtérést. És azt is úgy, hogy az ige olvasása által az öt érzékszerven keresztül és a józenészen keresztül érkezik a, úgymond a és a, részesedik az ember egy szellemi megtapasztalásban, hitben való, hitre való jutásra. Erre mondtam, de most nem tudom kifejteni, hogy ez az úgynevezett Isten megismerési elmélet, ez egyáltalán nem felel meg Istenek az igényének, mert az Isten igéje a kijelentésből származó ismeretet hangsúlyozza ami a Szent származik, nem az érzékszerveken keresztül érkezik az emberhez, hanem a Szentlélek helyzi helyezi az ember szellemébe az Istenek a megismerését, nyilván az ige hirdetést felhasználja, a bizonságtevést felhasználja a Szentlélek erre, és sok más szent dolgot felhasznál az Isten arra, hogy kielentést kapjon az ember, de nem az érzékszerveken keresztül lehet, és nem a józan ész által lehet megismerni az élő Isten. Ahogy említettem nektek, a józan ész vagy az értelemnek ebben az ismeret, az egy intellektuális munkának az eredményeképpen jön létre, miután a szellemtől kapott kielentést az ember feldolgozza, Értelmezi és az értelmével megragadja. Tehát ez az oka annak, hogy nagyon sok a protestáns világban a pszichai keresztény, és a sokszor a pszichai keresztények a szellemi keresztények ellen, a pneumatikus keresztények ellen harcolnak, sőt, demonizálják a szellemi pneumatikus keresztényeket nagyon szinte Isten káromlá, káromló kifejezéseket, ítéleteket írnak le antikarizmatikus pünkösdi mozgalom ellenes könyvekben. Az elmúlt évtizedekben volt erre sajnálatos módon több példa is. És min alapul ez a káromlás, ez az antikarizmatikus teológia? Pontosan a megszűnési elméleten. Hogy megszűnt, azt tételezték fel az apostoli kor, és az apostoli kor azért volt apostoli kor, mert a szellem ajándékai működtek, tehát ez a kettő össze volt kapcsolva. Ugye tudjuk nagyon jól, hogy ez erre azért került sor, mert Kálvin is, Luther Márton nyomán igyekezett megtisztítani a katolicizmust a babonaságból, de pontosan azt követték el ezzel, hogy a fürdővizet a gyerekkel együtt kiöntötték. És az eredmény az lett, hogy pszikai szinten próbálják az emberek megtartani a hitet, és ez hosszú éjszakon keresztül úgy, ahogy ez működött, de egy ilyen törvénytelen korban, amikor nő a gonoszság, nő a lázadás, az okultizmusnak a világméretű térhódítása zajlik ezekben a napokban, apostázia zajlik ezekben a napokban, mert mi másról lehet beszélni, amikor nyíltan, az állami törvények olyan országokban, ahol amely keresztény tradíciókra tekintenek vissza, és a mai napig is büszkék arra, hogy keresztény kultúrkörhöz tartoznak, jogszabályokban fogalmaznak meg olyan dolgokat, amelyek egyértelműen a polgárokat állítja Isten törvényével. Ez pontosan az anomiának a korszaka. De ilyen anomia korszakban, amely a jövőben csak mélyülni fog ez a probléma. Nagyon nehéz megállni a keresztényeknek a Szentlélek nélkül, Isten ereje nélkül, Isten hatalma nélkül. Nem véletlenül, hogy Jézus a példabeszédekben az Isten országát az utolsó időkben a tíz szűzhöz hasonlítja. És az, a, ezzel pedig azt akarom mondani, hogy az az üzenetünk, hogy mi a ne a bolondok, hanem az okos szüzekhez tartozzunk, akik tele vannak Szentlélekkel, Istenek a kenetével. Akik tehát nem hiszik el, és nem fogadják el, hogy vége az apostoli kornak, és nem fogadják el azt, hogy vége a karizmatikus korszaknak. Mert pontosan a pünkösdi karizmatikus ébredésnek az a célja, hogy az apostoli kor is helyreálljon, és helyreálljon a kereszténységnek a karizmatikus természet fölötti, tartalma is. Ezt teszi igazából a kereszténységet férfiassá, dinamikussá, tetterőssé és növekedésre és fejlődésre képessé. Miért hiszünk? Miért hiszünk abban, hogy nem szűnt meg a Szentléleknek az ajándékainak, karizmáinak a működése? Először is. A zsidókhoz írt levél 5. fejezetében egyértelműen mondja Isten igénye, hogy a názerti Jézus Krisztus papsága örök. Örök. És egyértelmű az Evangéliumban és az egész Új Szövetségben, hogy Názereti Jézusnak, mint főpapnak a fő szolgálata a mennyekben, a Szentlélekkel és tűzzel való betöltése, alámerítése a benne hívőknek. Felteszem a kérdést, hogyha a názerti Jézus Krisztusnak a mennyei főpapi szolgálata, hogy a zsidókhoz itt levél mondja, hogy pap vagy örökké a melkizedek rendje szerint. Hányan hallottátok ezt a nagyon alapvető fontos igazságot? Tehát különösen a megszűnési elmélettel szemben nagyon fontos ezt a szellemnek, ezt a kardját állandóan kézné tartanod, hogy a főpapnak a szolgálata örök nem egy generációra vonatkozik hanem minden hívő generációra, minden nemzetre vonatkozik, sőt azután jövők világkorszakra is vonatkozik a názáreti Jézus Krisztus papi szolgálata. Miért? Mert azt mondja Isten igéje Jézus papságáról, hogy örök szemben az ároni papsággal kapcsolatosan korlátozott bizonyos módon alával van rendelve az időnek, de most ne menjünk bele az árani papságnak a, a, a megújulásában, esetleg az ezer éves millenőmi korszakban, hogy az hogy fog működni, de egyezünk meg, hogyha annak lesz jelentősége, az is alával van rendelve a melkezedek rendjének a papi szolgálatával, vagyis a főpapinak a tevékenységével, a názerti Jézus Kézus főpapi szolgálatával. Ha pedig a főpapi szolgálata örök, akkor nem lehetséges az, hogy a szolgálatát ne végezni a pap. Mert hát az a rendeltetése szintén, hossza lehetne elemezni a zsidókozít levél, hogy az a, az a főpapnak a fő feladata, hogy ajándékokat vigyen. Ajándékokat vigyen az atyának, ajándékokat oszlogasson az embereknek. Az egyik fő ajándéka az engesztelés vére amely által megigazulást kapunk, utána és természetesen jönnek a megváltás áldásai, és a másik nagyon-nagyon fontos ajándéka a Szent Szellemet, és ezért a mai napra is vonatkozik, és Tereád is vonatkozik a názerti Jézus Kisztus főpapi szolgálata, konkrétan az, hogy az az akarata, hogy te is betöltekezzél Szent Lélekkel és Tűzzel. Második. Nagyon-nagyon fontos ö, ö, igazság, hogy a Szentlélekkel való betöltekezés az Istenek az ígérete. Ezért Abcsel 2-ben az szerepel, hogy nektek, gyermekeiteknek, közelvalóknak is, akik távol vannak, azoknak adatik az ígéret. Emberek, minden ígéret erre vonatkozóan Jézus Krisztusban igenné és ámenné lett. Szerintetek igazságos lenne, hogy Isten az első nemzedék, nemzedék életébe, hívő nemzedék életébe az Isten ígéretét valóságát teszi a hívők életébe, mi, akik ó, a keresztény történelemnek egy nagyon ellentmondásos és nagyon botrányos korszakai után születtünk meg, minket meg magunkra hagy. Nem ad vigasztalót, nem ad szent szellemet, nem ad vezetőt. Nem adja meg azt a lehetőséget, amit megad az első generációnak. Nem lehetünk mi a Szent személyes közösségbe. Nem működhet rajtunk a Szent Szelemnek a karizmáis ajándékai. Emberek, ez lehetetlen Istennél. Az Istenek az ígérete Jézus Krisztusban igen és ámennél lett, ami azt jelenti, hogy a mai korban is a Szent való betöltekezés ámen. Igen, nincs visszavonva, érvénybe van. El tudod azt képzelni, hogy a názereti Jézus megváltásának a következményei egyik generációra vonatkozik, a másik generációra meg nem vonatkozik. Kizár dolog, hogy Isten személyválogató lenne. Következőt mondja Isten igéje, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma, mindörökké ugyanaz. Aki tegnap, az első generációt, betöltötte Szentlélekkel, meggyógyította a betegeket, készte belőlük a démonokat, ma ugyanezt cselekszik. Amen. Miért? Mert nem változik se a főpapsága, se a szolgálata sem. Dicsőség az ő nevének. Tehát ige ellenes az feltételezni, hogy egy ilyen alapvető fontosságú ígérete fel van függesztve, ami generációnkban nincs felfüggesztve, és ennek mi az élő száfolatai vagyunk, mert soha nem lennék itt ma, ha nem találkoztam volna a Szentlélekkel, ugyanúgy megmaradtam volna abban a hatalmas nagy szervezetbe, amiben beleszülettem, de a Szentlélekkel való betöltekezést alapvetően megváltoztatta az Istennel, az Atyával, a Fiúval, a Szentlélekkel, a keresztény életemmel és szolgálatommal kapcsolatosan a helyzetemet, életvitelemet, gondolkozásmódomat, viszonyulásomat, mindent. Dicsőség Istennek. Övé ezért a dicsőség.